mérkőzés első szöglete tehát. Laszák visszatáncol, ez nem volt a legjobb elképzelés tőle. Azok után, hogy kiindult persze, Dubec fejeli vissza. Sebők mehet. Füzi van hátul, kiindul vezér, aztán megtorpan, üres a kapu. Sebők ezt veszi észre. Remek jelenet. Az ugyancsak válogatott játékos észrevette, hogy vezér kiindult, aztán megtorpant, és a nagyon jó megoldást választotta, még akkor is, ha fölé ment. Babati. Babati még. Arany. Ügyesen fordul meg, szép jelenet volt. Két nagyon jó jelenet. Váci. Téger zárkózik föl, Borgulya ugrik ki, itt elaludtak az alai védők, Borgulya. Éles volt már a szög. Filó. Két jó csel. Sebők fejeli tovább, Bonkis. Füzi előzte meg. Bonkis megint. Kocsárdi, ő meg lőhet is kapura, Bonkis, remek lövés, ez igen! Ez már a harmadik zalai lehetőség. Bonkis egy váratlan csellel befelé fordul, és ezzel remek helyzetet teremt magának. Vezér csak öklözni tud. Nagyobbak, magasabbak, mint a magyar átlag. Még jó lehet. Sebők hagyja ki. Ezt hogy lehet kihagyni? Nem hiszem, hogy azt mutatta torny, hogy ennyivel ment mellé. Remek labda. Szép a csúsztatott fejes is. És egyből droppal. Dubec mellett balog egyelőre. Arany. Sebők. Arany óriási helyzetben. Arany még. Nincs 11-es, ez labda volt. Vezér egyszer már a Vasas meccsen elütött egy játékost, akkor büntető volt, most azonban egyértelműen a labdára ment. Itt a labda, előbb a labda, és csak utána esik el a játékos. Szabályos mozdulat a Kispest honvéd kapusától. Kocsárdi. Téger mellette. Lepattanó labda, Sebők forgolódik, Sebők mellé! Pihennek is néhány másodpercet, Váci. Lókai nagy lövő. Ezt próbálják kihasználni, mi az, hogy nagy lövő, de mekkora? Ugyanaz a helyzet, mint Váci első kiugrásánál. Döbben csönd egy pillanatra. Remek a legurítás, és állítás nélkül egy remek lövés. Még vissza lehet fejelni, nem volt az annyira rossz. Szögletet mutat a partjelzőnek a játékvezető, de én úgy gondolom, hogy itt ezt érdemes megnézni, mert kezezés gyanús bizony. Nemhogy gyanús, 11-es kérem szépen. És ezt a partjelző mutatja Ábrahámnak, bizony, hogy kéz. Meg is adják, az is volt. Tehát kiállítás és 11-es jogosan. És belövi. Hozzáér, vezér, de hárítani nem tud. A 46. percben Szabó Kettő Zsolt góljával vezet az ETM. Kihagyták az ittszereket, de kaptak egy teljesen jogos 11-est. Nagy. Babati. Ferenci. Gól! Gyönyörűen megy föl, és egy nagyon-nagyon szép gól. Babati teszi be a labdát, Ferencét gyönyörűen megy föl. Olyan felhőfejes, hogy egy régi kifejezést vegyek elő.
gyönyörűen fejeli, 2-0.